Az Óbudai Egyetem és a Ceglédi Szakképzési Centrum várt a tájékoztatóra és fórumra mindazokat, akik már most minél többet megszerettek volna tudni a hamarosan Cegléden is elinduló felsőfokú képzésről. Az Óbudai Egyetem az, amelyen megállapodást kötött a város és a szakképzési centrum, és ennek a megállapodásnak köszönhető, hogy két szakpár is várja majd, nem feltétlenül csak a most végző fiatalokat, bárkit, aki kereskedelmi vagy gazdasági felsőfokú alapképzésben szeretne részt venni. Kereskedelmi és gazdasági területeken nyújtunk most képzést Cegléd város lakosai számára. Gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing alapszakos képzésekre várunk érdeklődő jelentkezőket. Azt gondoljuk, hogy maga a gazdasági képzés egy hiánypótló szerepet tud a város életében is betölteni, illetve azt gondoljuk, hogy a város egy nagyon jó alapot szolgáltat a gazdasági képzés számára, hiszen számos olyan vállalatipari partnerei vannak, akik azt gondoljuk, hogy a gazdasági képzésben végzett hallgatóknak egy jó munkaerő felvevő lehetőséget is biztosítanak. Adódik a kérdés, miért éppen Ceglédre érkezik a képzés. Nyilván kapunk ilyen jellegű megkereséseket, és természetesen mérlegeljük az ilyen megkeresések körét. Nekünk Ceglédváros minden tekintetben, mint stratégiai partner egy kiemelt szerepet tölt be az Óbudai Egyetem életében, úgyhogy a számunkra nem is volt kérdés, hogy ennek teret és lehetőséget nyújtsunk. Mind az egyetem vezetősége, mint pedig a kar vezetősége nevében nyilatkozhatom ezt, úgyhogy nekünk ez mindenképpen egy nagy megtiszteltetés, és bízunk benne, hogy ezzel a képzési portfólióval részint a városi életében is egy felpezsdülést, egy nyitást tudunk eredményezni, és hát persze az is egy közös szándék, hogy az értelmiségi réteg megerősödését szolgáljuk így közös erővel. Egy középfokú intézményben indul majd el a felsőfokú képzés, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a középiskolában végzettek az elsődleges célcsoport. Mi a képzéseinket levelező tagozaton nyitjuk, tehát a kérdés azért is adekvált, mert hogy pont azokat az embereket várjuk ezekre a képzésekre leginkább, akik már valamilyen munkaerőpiaci tapasztalattal rendelkeznek. Mi oktatóként nagyon szeretjük ezt, hiszen azt gondoljuk, hogy az, aki már munkatapasztalattal bír, sokkal jobban be tudja építeni ezeket az elméleti tudásokat a mindennapjaiba. Bár törekszünk alapvetően nappali képzésben is gyakorlatorientált oktatást biztosítani a hallgatónk számára, de azt gondolom, hogy ha valaki látja és érzi azt, hogy fontos a tudásának megújítása, bővítése, esetleg egy pályaválasztás vagy pályamódosítás kérdéskörében gondolkodik, akkor ez soha nem késő, tehát itt az életkor semmilyen formában nem jelenthet akadályt és nem lehet probléma, úgyhogy milyen tekintetben bátran buzdítjuk a ceglédi lakosokat, hogy életkortól függetlenül is jelentkezzenek hozzánk, és nagy szeretettel várjuk őket. Fontos a városnak, és fontos a közgazdasági iskolának is, hogy itt és most indulhat el majd ez a képzés. Hiszen a városban jelen pillanatban nincs felsőoktatás. Ha bárkit az utcán kedves televíziós kollégák megkérdeznek arról, hogy mi hiányzik a legjobban, akkor az első járókelő azt fogja mondani, hogy a felsőoktatás hiányzik a legjobban. Az első lépést tesszük meg azzal, hogy alapképzéseket hirdetünk az Óbudai Egyetem segítségével ide. Szombatonként lesznek levelezős képzések, gazdálkodás, menedzsment és care marketing szakokon. Én azt gondolom, hogy egy olyan időszakban, amikor a negyedévesekből éppen ötödévesek lesznek, az egyetemnek is nagyon sokat segítünk ezzel, és nagyon sokat segítünk kétfajta helyi, illetve környékbeli célközönségnek. Kik ezek? Azok, akiket a munkájuk ide köt Cegléthez, és valamiért nem tudnak elszabadulni egy olyan egyetemi képzésre, ami messze van, illetve hétköznapokra esik. Ezért úgy alakítjuk ki a képzés struktúráját, hogy itt helyben folyjon az oktatás, és szombaton kelljen ide járni. Illetve nagyon fontosnak tartom azt, hogy hiányzik a jó gazdasági szakember Cegléden. Tehát ha városvezetőként, a képviselőként tekintek a kérdésre, akkor is tudom, hogy nagyon nehéz olyan szakember találni, akire egy gazdasági vezetést, egy intézményi gazdasági vezetést rá lehet bízni. És ha már vannak megbízhatóak, nagyon sokszor hiányzik a megfelelő képzés. És itt is egyeztetni kell az időt, egyeztetni kell a gyerekek számát, és azoknak is fontos ez, akik nem tudnak a családjuktól elszabadulni a környékben, akiktől nem tudnak Budapestre utazni, vagy nem tudnak olyan messze utazni, ahol ez a képzés elérhető.
Amit még hangsúlyozni szeretnénk, az az, hogy egy olyan közeget nyújtunk, ami már megszokott azoknak, akik a közgazdasági középfokú képzésben már részt vettek, és talán ez is csalogató lehet. Mi arra biztatjuk az egyetemnek a vezetését, hogy vegyék igénybe az itteni szellemi kapacitásokat is, tehát az itteni oktatók is taníthassanak az egyetem bizonyos kurzusain. Ez azt, ugyanazt jelenti egyébként, mint a hagyományos középfokú képzésben, gyakorlati órákat középfokú képzéssel is lehet tartani, elméleti órákat csak mesterképzéssel lehet tanítani, az egyetemen szemináriumi órákat lehet középfokú végzettséggel tanítani, de magas elméletet azt nem lehet csak PhD-vel tanítani. De vannak olyanok a közgazdasági technikumban, akik képesek integrálódni ebbe a képzésbe, úgyhogy nagyon remélem, hogy az első alapkőletétele után tovább tudjuk majd fokozni az együttműködést, és nyitni tudunk egyéb szakok irányába, és célul tűzhetjük ki a nappali képzést is, de most levelező, és ebben a két szakpárban, ami a kereskedelem és marketing, illetve gazdálkodás menedzsment. A képzés tehát a következő tanévben elindul. Februárban érdemes lesz nézegetni a felvételi tájékoztatókat is.